gyorsan egy kis frissítőt veszek magamhoz, egy pillanat. És bele is vágnék a közepébe. A nevem Dömös Gábor, és nagyjából úgy terveztem, hogy a következő fél órát, 25 percet arra szállom, hogy a DroneFX Fantázia nevű, indikátor bázisú, momentum alapú, manuális kereskedési stratégiát megosztam veletek. Maradhatunk a tegeződésre? Nagyon szépen köszönöm. Még mielőtt rátérnék a tematikára, annyit szeretnék előre bocsátani, hogy ez egy viszonylag hosszú fejlesztés eredménye, ez az indikátor, és ez lehető kereskedési stratégia, amit jelen pillanatban mi is éles kereskedési számlákon használunk. Tematikával annyit, hogy gyorsan egy ilyen 5 pontban egy bemutatkozással kezdeném, én pontban nevem Dömös Gábor, végzettségemet tekintve közgazdász lennék, gazdasági informatikai vénával. Szakmámat tekintve pedig kockázatkezeléssel foglalkozom, illetve foglalkoztam. Azért is beszélek múlt időben, mert december 31-ével úgy döntöttem, hogy az alkalmazotti munkaviszonynak ellentmondva és egyben azt megszakítva a jövőben kizárólag forex kereskedéssel, a saját utamat járva, illetve forex fejlesztésekkel foglalkozva próbálom meg az új kihívásokat keresni. Úgyhogy január 1-től kizárólag ezzel foglalkozom. De hogy ne jöjjünk, és hogy ne a közepén kezdjünk, kicsit visszatekintve, annyit kell tudni rólam, hogy én 8 éve kezdtem el foglalkozni kockázatkezeléssel, akkoriban még a KBC csoportnál, vagy régen a KNH-nál, mint kockázatkezelő kezdtem a pályafutásomat, majd 2009-ben a Volvo-hoz kerültem, ahol a kockázatkezelés vezetésével hangosabban beszéljek. Vagy közelebb viszem. Így jó? Jó? Ha jobban hallható, hangosabban beszéljek, így fogja. Jó. Oké. Okay. Szóval 2009-től a Volvo kockázatkezelését vezettem, ami egészen 2013. december 31-ig tartott. Forex pályafutásom körülbelül 6 évvel ezelőtt kezdődött, amikor is megismerkedtem Fecóval egy tőzsdei fórumon, és én elsősorban a technikai jellemzés, azon belül is az automatizált kereskedési irányvonalat képviselem. Hogy mit jelent ez, arra majd egy kicsit később ki fogok térni, illetve össze fogom vetni a manuális kereskedési rendszereket az automatizált kereskedéssel, és be fogok mutatni egy hibrid kereskedési módszert, amit az érdeklődők a későbbiek folyamán akár el is sajátíthatnak. Most hogy kezdődött az én pályafutásom? Illetve hogy kezdődik általánosságban egy trédernek a pályafutása? Én nagyon naivan 6 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy a Forex az egy olyan piac és egy olyan szakma, amit pillanatok alatt el lehet sajátítani nagyon gyorsan, nagyon sok pénzt, nagyon kicsi idő és energia ráfordítással lehet keresni. Nagyjából azért a fejemben, hogy van egy alaptőkém, volt egy hozamelvárásom, amit nem tudom, hogy honnan vettem, ez nagyságrendileg ilyen racionálisan, ilyen havi 10% volt, és azt számoltam, hogy nekem körülbelül fél évre lesz szükségem ahhoz, hogy beadjam a felvonulásomat. Ez volt 6 évvel ezelőtt, azóta eltelt 6 év, és talán most merem kijelenteni azt, hogy elértem arra a szintre, hogy forex kereskedésből számíthatóan, kalkulálhatóan olyan jövedelemre vagyok képes szert tenni, amivel kvázi az életfeltételeket biztosítani tudom magam számára. Most hogy kezdődik általánosságban egy tradernek az élete? Miért kezd el valaki tradelni? Nyilván azért, mert pénzt szeretnénk keresni. De mégis honnan vesszük az alapokat? Nagyon sokféle forrás áll rendelkezésre. Én elsősorban internetről és könyvekből merítettem, illetve számos tanfolyamon és előadáson is részt vettem. És az a tapasztalatom, hogy az alapokat nagyon-nagyon könnyű elsajátítani. Nagyon hamar el lehet jutni egy olyan szintre, amikor az ember azt mondja, hogy ismerem az alapokat, tudom, hogy hogy kell pozíciót nyitni, tudom, hogy hogyan kell ezeket a pozíciókat zárni, hogyan kell menedzselni. Mit jelent egy short, mit jelent egy long, mit jelent a kockázatkezelés és maguk az instrumentumok. Viszont amikor az ember élesben ezt ki szeretné próbálni,
akkor jellemzően eljut nagyon hamar egy olyan holdpontos fázisra, amikor nem tud tovább lépni. Illetve tud tovább lépni, de a profit körbe jellemzően meredeken ível lefelé. Jellemzően az első évben az embereknek a nagy része nulláz egy számlát. De lehet, hogy többet is. Így történt ez velem is, én is nulláztam több számlát is. Aztán körülbelül 4 évig úgy tekintettem a Forex-re, mint egy hobbira, mert nem voltam benne sikeres egész egyszerűen. Rengeteg mindent kipróbáltam. Viszont folyamatosan azt vallottam, hogy én a fundamentális elemzéshez nem értek. Engem kizárólag a technikai elemzés az, ami érdekel. Tehát számomra minden leképezhető, minden leprogramozható, és ha van egy szabályrendszer, akkor képes vagyok arra, hogy ezt a szabályrendszert egy forráskódba öntve egy-egy stratégiát leprogramozzak, és megnézem azok annak múltbéli teljesítményét. Most visszatérve erre a gondolatmenetre, nagyon sok olyan előadás van, ahol megszerezhetjük az alapokat, viszont azt tapasztalom, hogy kevés az olyan forrás, ami segítene abban, hogy egy trader sikeresen tovább lépjen a hobbi kereskedő szintjéről a professzionális trader kategóriába. Vagy legalább elérjük azt a szintet, hogy a tőkének a reáljátékét meg tudjuk őrizni, vagy ne adj Isten, a banki hozamokat tudjuk produkálni. Mert ez is hatalmas eredmény. És az is nagyon fontos kérdés, hogy ezt az eredményt milyen kockázat mellett tudjuk csinálni. Az általános helyzetkép az, hogy nagyon sok információ van az interneten, ami nincs az interneten, az gyakorlatilag nem is létezik, viszont kézzelfogható dolgot szinte sehonnan sem kapunk. Ha kapunk valamit, akkor azok is kicsit ködösek, és jellemzően intuitív dolgokat igényelnek, és nem feltétlenül bizonyított a múltbéli jó teljesítményük. Felvetődik tehát egy trader számára az, hogy milyen stratégia alapján kezd el kereskedni. Vagy kialakítunk egy kereskedési stílust, amit a sajátunknak mondhatunk, vagy pedig megpróbáljuk valaki másnak a kereskedési stílusát adoptálni. Mindkettő rendkívül rögös út, mindkettő nagyon sokáig tart, és azt kell mondanom, hogy az embereknek 95%-a ezen az úton elbukik, vagy feladja, vagy egész egyszerűen megmarad a hobbi kereskedő szinten. Mint mondtam, én is 4 évig körülbelül hobbi kereskedő voltam, ez azt jelenti, hogy számomra a Forex valami olyan dolog volt, amiben csak toltam be a pénzt, robotokba, oktatásokba, számlákra, de soha semmit nem vettem ki, vagy ha kivettem valamit, az jellemzően jóval kevesebb volt, mint amit betettem. És rá kellett döbbennem arra, hogy az ilyen régből kapott stratégiák, amiket letöltök netről, megvásárolok, egész egyszerűen nem működnek. Azért nem működnek, mert vagy nem lettek letesztelve, vagy azért nem működnek, mert olyan intuitív elemeket tartalmaznak, amiket én nem tudok sikeresen adoptálni a saját kereskedési rendszerben. Nos, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor létjogosultsága lehet az automatizált kereskedésnek, és mit is jelent az automatizált kereskedés? Miért automatizált? Mi a lényege az automatizálásnak? Van itt olyas valaki, aki foglalkozik, vagy foglalkozott automatizált kereskedéssel, és tudja, hogy ez mit jelent? 13 fő. Jó. 17. Automatizálás. Mit jelent? Automatizálás azt jelenti, hogy a kereskedési döntést nem egy trader fogja meghozni, hanem egy meghatározott szabályrendszer alapján egy robot vagy script köti meg a tradereket, menedzseli a pozíciókat, egyszerre akár több instrumentumon is, párhuzamosan, és ezekből a pozícióból automatikusan lép ki, száll be, megpróbál profitot termelni a számunkra. Ahhoz, hogy egy rendszer automatizáltan működjön, ahhoz először is szükségünk van egy alapstratégiára. És ezt az alapstratégiát megfelelő eszközökkel egy forráskódba, úgynevezett scriptbe, robotba, kereskedési rendszerbe kell ölteni, majd a nagy lóvét be kell tolni a számlára, így képzelje el mindenki, meg kell nyomni a start gombot, dörölhetjük a tenyerünket, és mindenhonnan végén kivehetjük a nagy pénzt. Sajnos a gyakorlat teljesen másodazol, ez egyáltalán nem így működik. Nagyon nehéz olyan stratégiát találni, ami leprogramozható. Nem lehetetlen, de lehet ilyeneket találni.
Amikor megvan az stratégiánk, illetve amikor van egy ötletünk, akkor elkészítjük a forráskódot, és ez alapján végzünk egy historikus tesztet. Jelen pillanatban mi a teszteinket MetaTrader 4-ben végezzük, egy 14 éves idősíkon, ez nagyjából azt jelenti, hogy 2000-től 2013-ig tesztelünk, és egy ilyen teszten utána végzünk egy elemzést, megnézzük, hogy a stratégia hol teljesített jól, hol teljesített rosszul, megpróbáljuk a gyenge pontokat elemezni, és megpróbálunk egy picit optimalizálni. Az optimalizálásról majd később még szó terjed. Amint ezzel megvagyunk, mondhatjuk azt, hogy van egy alapstratégiánk, amit véglegesítünk, és eldönthetjük, hogy automatizáltan fogunk ezzel a stratégiával kereskedni, vagy pedig manuálisan. Mindkettőnek megvan az előnye, mindkettőnek megvan a hátránya. Mivel egy mérhető rendszerünk van, ismerjük annak korlátait, ezért nyugodtan dönthetünk, hogy a robotot ráeresztjük a számlánkra, és ő kereskedik helyettünk, de dönthetünk úgy is, hogy intuitív módon, felülbírálva néhol a szignálokat, a saját meglátásainkkal egy kicsit variálva módosítunk a stratégián, és ugyan a szignálok irányvonala mentén kereskedünk, de eltérünk tőle egy picit. Ezzel elérjük azt, hogy vagy erősítjük, vagy gyengítjük a stratégiát, de mint ahogy Fecó is mondta, itt most a célunk az lenne, hogy a később bemutatásra kerülő stratégiánál ezt a vonalat erősítsük. Tehát van egy szerintem nagyon erős alapstratégiánk, ami kereskedhető manuálisan, viszont egy többször többet lát elv alapján, azt szeretnénk elérni, hogy ha odaadunk egy indikátort az embereknek, általában azt tapasztaljuk, hogy senki sem úgy kereskedi, ahogy a szignálok jönnek. Tehát nyilvánvalóan mindenki egyénileg értelmezi egy indikátornak a jelzéseit, és a több szem többet lát elv alapján lesznek olyanok, akik ezzel sikeresen fognak kereskedni, lesznek olyanok, akik sikertelenül fognak kereskedni. Utóbbit egy picit kétlek, de előfordulnak egyébként. Viszont szükségünk van visszacsatolásra, olyan szempontból, hogy tovább erősíthessük mind az alapstratégiát, és tovább kérdéshessük azt a jövőben. A jelenlegi fejlesztés 2013 májusában indult el. Akkor az volt az alap ötletünk, hogy kellene valamit csinálni, mert elég volt abból, hogy robotokat veszünk, töltünk le, stratégiákat programozunk le. Egyik sem működik Isten igazából hosszú távon. Hogyha valaki képes megírni egy rendszert, és ezt eladni, és mi ezt megvesszük, az egy nagyon visszás dolog. Mert hogy nem ismerjük a rendszernek a működését. Sokkal inkább kezdtünk el gondolkodni abban, mi lenne, hogyha mi fejlesztenénk, és ez meg is indult 2013 májusában. Azóta nagyon sok mindent megtapasztaltunk, megláttunk. A tesztelésekhez egy Market Maker brokert választottunk, az Alfred UK-t, ahol egy Market Maker számlát nyitottunk. Később majd mutatni fogok egy forward tesztet, egy éves forward tesztet, ahol az eredményeinket meg lehet tekinteni. Ez a tesztelés az nem volt zöggenőmentes, rendkívül sok verzióváltás volt, rendkívül sok új ötlet. Egész egyszerűen látnunk kellett azt, hogy maga az alapstratégia hogyan viselkedik éles környezetben, mik a gyenge pontjai, mi az, amivel nem számoltunk a backtestek során, hol van még finomhangolni való, javítani való. Ez a teszt nagyjából fél évig folyt, és most decemberben jöttünk egy publikus számlával elő, ami már bárki által tekinthető és nyomon követhető. A számlánkat egy LCM brokernél, az LPC brokernél vezetjük, és ezen van fönt az alapstratégia. Annyit kell erről tudni, hogy ezen a számlán egy robot kereskedik, teljes mértékben betartva a stratégia alapszabályait. Ez lesz kvázi a kontroll számla. Ez az, amihez mérni tudja bárki a teljesítményet. Ebben mi soha nem nyúlunk bele. Ez a számla úgy köt, ahogy kitaláltuk. Ez a számlán a robot úgy köt, ahogy kitaláltuk. Viszont a teljesítményt mindenki egyedileg ehhez mérheti, lehetnek eltérések, aki jobb nála, az ügyes, aki rosszabb nála, az valószínűleg nem a stratégia szerint kötötte a szignálokat. Mit kell tudni a rendszer? Egy rendkívül robosztus alapstratégiáról beszélünk. Miért merem ezt mondani, hogy rendkívül robosztus? Amikor elkezdtük a fejlesztést, akkor alapesetben az emberek többsége mindig úgy gondolkodik, hogy fix dolgokban gondolkodik. Fix stop, fix take profit, fix beszállási szignál. Ennyi volt az alapötlet, semmi több.
Ezt lefejlesztettük, ez nagyjából egy 50 soros forráskód volt, és ráeresztettük erre a 14 éves időtávra, és megnéztük azt, hogy mit bír a rendszer. És nagyon meglepő módon végig tudott úgy futni a teszt, hogy a robot képes volt profitot termelni, és nem csak profitot termelni, hanem profitgörben emelkedett. Persze voltak leszúrások, voltak gyengébb időszakok, de itt volt az a pillanat, amikor úgy gondoltuk, hogyha érzésre egy robot így tud teljesíteni egy 50 soros forráskóddal, akkor ha ezen finomítunk, dinamikussá tesszük, picit még változtatunk rajta, akkor ki tudunk alakítani valami olyan dolgot, ami képes magát a piachoz adaptálni. Mindig is az volt a célunk, és ezt vallom a mai napig, hogy az olyan rendszerek, amik fix stoppal, take profittal, fix kockázatkezeléssel működnek, azokban rendkívül nagy veszély van, mert egész egyszerűen nem képesek alkalmazkodni a piachoz. Az, hogy 2005-ben jó volt egy 20 pipes stop, nem jelenti azt, hogy 2008-ban a válság idején jó lesz ugyanaz a 20 pipes stop. A stratégiához fejlesztettünk egy indikátort, amit meg is fogok lassan mutatni. Ez egy rendkívül letisztult alapindikátor. Törekedtünk arra, hogy ebben az indikátorban minél jobban le tudjuk képezni az aktuális piaci mozgásokat. Ugye rengeteg indikátor létezik a MetaTraderben, úgy mint mozgó átlagok, stochastic, RSI, stb. Ezek közül az indikátorok között szinte semmit nem használunk. Tehát Gizab azt mondani, hogy semmit nem használunk. Amit használunk, azok nyitóárak, záróárak, high-low értékek, illetve a saját fejlesztésű indikátorok. Egy trendkövető rendszerről beszélünk, aminek alacsony a találati aránya. Mit jelent az, hogy alacsony a találati arány? Számomra alacsony a találati arány, hogyha 50% alatt van, de az alacsony találati arányhoz egy magas risk-reward arányt kellett pakoljunk, és ez a magas risk-reward arány nem más, mint 1 a 2,2-höz. Ez 40%-os találati arányjal halálos kombináció, de tényleg meg fogom mutatni akkor a figyelmét, hogy mit tud a rendszer. Nagyon benne. A belépés és a kiszállás momentum alakult minden esetben. A jelzés a saját fejlesztésű indikátorunk adja. Minden esetben dinamikus stoppot és dinamikus take profitot használunk, tehát változik a piachoz éppen az aktuális ármozgáshoz igazodik a stoppunk és a take profitunk. A pozíció menedzselés szintén momentum változik, és egyébként háromféle pozíció menedzselési stratégiával van felvérkezve a rendszer, ezekre szintén ki fogok térni. A pozíciónyitás reggel 8 és este 22 óra között történik, ami azt jelenti, hogy magyar idő szerint viszonylag könnyű követni a stratégiát. A szignálokat M5-ös perióduson kapjuk, és kizárólag nyitó és zárójárakkal számolunk. Nem érdekel minket a gyertyák közbeni mozgás, mert zajos lehet. Minket kizárólag a nyitó és a zárójárak érdekelnek. Ez felvet majd egy hátrányt, amire később magyarázatot is fogok adni. És mint mondtam, illetve még nem mondtam, de ez a stratégia igen jól kombinálható saját magával. Momentum alapú rendszerről beszélünk, viszont a momentumnak a kérdés. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Ted már látta a mikrofont a jobb oldalra, hogy sokan nézel, hogy rá is tudom. Így sokkal jobb? Igen, hát mindig azt nézel, és akkor úgy közel. Vagy így beszélek bele. Oké. Szóval. A stratégia önmagát... De most lettem. A stratégia önmagával kombinálható. A momentum többféleképpen megközelíthető, és ezt fogjuk majd egy kicsit később kihasználni. Ugyanis nem csak egy variánsa létezik ennek a rendszernek, nem csak egy 40%-os 1 a 2,2-höz találati arány, hanem létezik többféle variáns. Létezik olyan, ahol 60% a találati arány, viszont megfordul a risk-reward arányunk. És ami még nagyon nagy erőssége a rendszernek, és ezt magam sem hittem el, hogy több devizapáron is használható. Jelen pillanatban csak előzetes teszteket végeztünk, most még euró-dolláron használjuk a rendszert, viszont értelemszerűen működik USDCHF-es, és működik GBP-USD-n is. Oké. Néhány szó a backtesztekről. A tesztelést egy 14 éves időtávon végeztük.
Ez a backtest nem a hagyományos MetaTrader backtest, de egyébként abból lett importálva. Az elemzésekhez és a backteszteléshez magához MetaTradert használunk, viszont az elemzésekhez egy saját fejlesztésű elemző szoftverünk van, ami jóval több információt szolgáltat a backtestek szempontjából. Itt most egy 14 éves időtáv látható, 2000-től 2013. december 31-éig. Főbb jellemzői a rendszernek. Ez alatt az időszak alatt közel 3000 kötést produkált, ami azt jelenti, hogy átlagosan naponta egy kötés van. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy minden nap van kötés, inkább azt jelenti, hogy hetente van olyan, hogy egy-kettő, aztán van egy hét, amikor semmi is, de van olyan, hogy naponta 3-4 kötésünk is van. Ez alatt a 14 év alatt 21.500 pipes nyereséget produkált a robot, mindez 550 pipes drawdownnal és 5 hónapos maximális drawdown időszakkal párosult. A profit faktorunk 1,44 és a profit DDH-nyadosunk 40 feletti. Utóbbi talán egy pici magyarázatra szorul, hogy mit jelent ez a profit per DDH-nyados. Ez nagyságrendileg ez a 21.500 pip és az 550 pipnek a hányadosa. Ez azt mutatja meg nekünk, hogy milyen kockázat mellett fogjuk tudni ezt a robotot hajtani a jövőben, abban az esetben, hogyha nem fix lot mérettel futtatjuk a rendszert. Ez most egy fix lot méretes backtest. Jól látszik, hogy az equity curve-ünk viszonylag stabil, kisebb kilengésekkel. Itt van egy kisebb visszaesés ezen a részen. Itt egy picit a trendvonal fölé mentünk, valamint az elején van egy kisebb hupli benne. A realizált drawdown időszak, amikor is ezt az 550 pipet realizáltuk, ez 2011. hónap 3. és 11. hónap 27-e között történt, tehát viszonylag régen, a leghosszabb drawdown időszakot pedig 2007-ben szenvedtük el. Megmutatom ugyanezt a backtestet váltakozó robot mérettel. Itt már a robot saját maga menedzselte a kötésegységeket, és ez már kicsit jobban szemlélteti azt számokban kifejezve, hogyha valaki ezt a rendszert használja, akkor milyen eredményekre számíthat. Nagyjából 15%-os drawdown szint mellett tud éves szinten 50% átlagos hozamot. Mint mondtam, a risk-reward arányunk 1 a 2,2-höz, amihez 40%-os találati arány párosul. Évekre bontva pedig így néz ki a rendszernek a múltbéli teljesítménye. Egy viszonylag kiegyensúlyozott teljesítményt láthatunk. Annyi szépségkivál van, hogy van itt két évünk, ez 2001 és 2002, amikor meglehetősen gyengén teljesített a robot. 2002-ben mindössze 22%-os hozamot volt képes produkálni, és van egy kiugró évünk, 2008 a válság éve, amikor momentum alapon nagyon jól lehetett kereskedni, ott egy kellemes 112%-kal örvendeztetett volna meg minket. Annyit kell még látni, hogy a teljesítmény még annyiban kiegyensúlyozott, hogy nagyságrendileg éves szinten körülbelül 200 kötésre lehet számítani. Tehát nincs olyan évünk, amikor csak 30-40 kötés van, és nincs olyan évünk, amikor 500 kötés van. Ez egyben azt is jelenti, hogy próbálja a robot és a stratégia, az indikátor magát adaptálni a piaci körülményekhez. Próbál úgy viselkedni, ami leginkább megfelelő az adott piacnak. És bizony vannak olyan időszakok, amikor túlélésre kell játszani. Ez a 2001-2002, de alapvetően a többi évben viszonylag standard drawdown szint mellett hozta az átlagos éves 50%-os hozamot. Rá is térnék gyorsan a működésre. Néhány szóban, hogy néz ki ez az egész indikátor. Mint mondtam, egy indikátorról beszélünk, alapvetően két részre bontanám a chartot, és itt most egy példakereskedésen keresztül szeretném bemutatni, hogy hogyan működik maga a rendszer. Fönt látható egy információs panel, ami négy alapinformációt szolgáltat. Az egyik az, hogy pozícióba léphetünk-e. Amennyiben pozícióban vagyunk, úgy mennyi a célárunk, hol van a stop lossunk, és alul azt mutatja, hogy mi volt a legutolsó mozzanat, amit az indikátor javasolt, hogy csináljunk. Ez lehet pozícióba lépés, lehet stop szűkítés, új take profit és pozíció zárása.
Így látható lesz, ha mutogatok? Kicsit ide kell jönnöm. Akkor a stratégiáról. Egy momentum alapú rendszerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy álmozgásra várunk, és a beszállási pontot a momentum alapján fogjuk meghatározni, illetve a későbbi kiszállási pontot is az aktuális momentum alapján fogjuk számolni. Az indikátorunk itt adott egy short jelzést, ami látható is. Abban a pillanatban, amikor short jelzést kapunk, az indikátorunk felrajzolja a javasolt célárat és a javasolt stoppot, illetve kiszínezi a gyertya alatti területet zölden, mint célár, és pirossal, mint stop loss terület. Van még egy vonal, egy vastag piros vonal ezen a csárton. Mint mondtam, 5 perces gyertyákat használunk, záró adatokkal és nyitó adatokkal. Ez azt jelenti, hogy szükségünk van egy base stopra. Ez a base stop ez minden esetben 15 pipre van az aktuális stop loss szintünktől, és az olyan extrém mozgásoktól próbál minket megvédeni, amikor hirtelen visszakorrekció kiszedne minket, vagy egy ellentétes irányú 40-50 pipes gyertyával beleszaladnánk. Itt kaptunk egy short entry-t, ami a következőképpen nézett ki. Elindult az ár lefelé, majd a célárhoz közeledve az indikátorunk automatikusan elkezdte szűkíteni a stoppot, és egy javaslatot tett arra, hogy húzzuk beljebb a stop loss-t. Ebben a gyertyában alul lőttük a célárat, de mint mondtam, kizárólag gyertya zárás az, ami minket érdekel, és akkor fogjuk zárni a pozíciót, amikor a célárunk, vagy amikor a gyertyánknak a záró értéke a célára alá zár, vagy pedig stop loss esetén a stop loss szint fölé zár. Ebben az esetben nem történt alulzárás, bár történt egy erőteljes leszúrás, beúsztuk a stoppokat, és elindult egy korrekció. Ebben a mozgásban még nagyon benne volt az, hogy ebből nem lesz semmi, és stoppolódni fogunk, de hál' Istennek lefordult az ár, és elérkeztünk a következő érdekes pontig. Itt van egy új gyertyánk. A szabályunk szerint az történt, hogy a célárunk alá zárt a gyertya. Viszont az indikátor érzékelte azt, hogy itt egy nagyon erős mozgás történt, van még lendület ebben az egészben, ezért a gyertya zárásának a pillanatában felülvirálta az aktuális célárat, és kaptunk egy új, módosított célárat, és egy új, módosított stoppot. Ebben a pillanatban pedig elérkeztünk egy kockázatmentes pozíció menedzseléshez. Természetesen a vész stoppunkat minden esetben húztuk az aktuális stoppunknak megfelelően. Mozgásban nem volt túl nagy lendület a továbbiakban. Az látszik, hogy elkezdett beszűkülni, és elértük az éjszakai időszakot, amikor is annyira beszűkült a mozgás, és annyira veszített a momentumából az egész, hogy az indikátorunk további javaslatot tett a stop loss-nak a szűkítésére. Nagyjából így néz ki az indikátor, rendkívül egyszerűen kereskedhető, rendkívül egyszerű jelzéseket ad. Ha valaki ezt felrakja a csátra, akkor gyakorlatilag visszamenőleg láthatja azt, hogy hogyan kellett volna kereskedni, és ez akár manuálisan is szem alapján letesztelhető, hogy mi lett volna az elmúlt egy hónapban, mi lett volna az elmúlt két hétben. Most mutatnék egy újabb csártot, ami klasszikus példája annak, amikor több lépcsős pozíció menedzselésről beszélhetünk. Ez egy olyan eset, amikor két pozíciónk van ezen a csárton. Az első talán annyira nem is látszik. Az első az egy stoppos pozíció, a második viszont egy nagyon szép kereskedés, talán egy 120 pipes mozgással így nagyságrendileg. És ezt ezzel az indikátorral nagyon szépen végig lehetett követni. Mi történt? Ebből lépésben az történt, hogy volt egy nagyon erős elmozdulás fölfelé, aminek volt momentuma. Az indikátorunk adott egy long jelzést, ide tette a take profitot, ide letette a stop lossunkat. A mozgást egy nagyon gyors, ellentétes irányú korrekció követte,
És természetesen stoppolódtunk. Egyébként józanul belegondolva, én például soha nem kötöttem volna bele egy ekkora mozgásba. Tehát ez 100%. Viszont az indikátorunk jelzést adott. Nincs is ezzel semmi probléma, viszonylag gyorsan stoppolódtunk. Az indikátor felismerte azt, hogy ez egy nagyon gyors ellentétes korrekció volt, és néhány perc erejéig felfüggeszti ilyenkor a kereskedést, és konszolidációra vár. Várja, hogy megnyugodjon a piac, majd kaptunk egy újabb long szignált itt néhány gyártyával később, amit jól látható módon a következő stop és take profit szintekkel végig menedzselt, és itt adott nekünk egy kiszállási pontot. Nyilván ebben a mozgásban több volt, de hogyha megnézzük, ez körülbelül egy olyan 180 pipes mozgás összességében, hogyha innen idáig nézem, ha a high-low értékeket nézem, és ennek körülbelül a 60%-át sikerült megfogni vele. Hogy alakulnak a stop és hogy alakulnak a take profit szintek? Nagyon sok minden látszik ebből, és nagyon-nagyon látványos. Egyrészt látszik a pozitív risk-reward arányunk, látszik egy ekkora stop, és látszik egy nagyságrend, de kétszer akkora take profit. Még ha elképesztően messze is van a take profit, nem probléma. Hinni kell benne. Egész egyszerűen hinni kell benne. Mert ugyan itt volt a take profit, de jóval feljebb képesek voltunk kiszállni, sőt, ha megnézem, az árfolyam még itt is járt. Abban a pillanatban, amikor a mozgás leül, és azt látja az indikátor, hogy fogy a momentum, elkezdi csökkenteni a stoppot, és később elkezdi csökkenteni a take profitot is. És lépcsőszerűen végigkövethető, hogy mikor mi történt. Itt például ebben a pontban az történt, hogy egy újabb kitörés zajlott le, amit az indikátor úgy reagált le, hogy kaptunk egy új take profitot, kaptunk egy új stoppot, és ugyanez másodszor is megtörtént, új take profittal, új stoppal, majd folyamatos szűkítésekkel. De hogy ne csak a sikeres történetekről beszéljek, megmutatok egy tipikusan olyan chartot, amikor kifejezetten rosszul teljesít a rendszer. Milyen az, amikor rosszul teljesít a rendszer, és mikor kell megijedni? Itt még nem kell megijedni, viszont nagyon csúnya ez a renti profit bőrbe, és nagyon-nagyon csúnya az a chart, viszont jól látszik az, hogy egyáltalán nincs mozgás, egyáltalán nincs iránya a piacnak, és bizony előfordulhatnak ilyen időszakok is. A feladatunk ilyenkor az, hogy felismerjük, hogy vajon a stratégia romlott el, vagy egész egyszerűen így viselkedik a piac. Mikor mondjuk azt, hogy egy stratégiát nem használunk tovább? Mikor van az, amikor úgy döntünk, hogy a kukába dobjuk, és többet elő nem vesszük? Ennek a rendszernek a múltbéli tesztek alapján a teljesítménye azt mutatja, hogy 550 pipes drawdown, maximális drawdown mellett volt képes 21.500 pipet termelni. És most kifejezetten direkt pipekben és nem százalékokban gondolkodok. Számomra egy stratégia akkor kerül a kukába, amikor először is elérkezünk arra a szintre, amikor megütjük ezt az 550 pipes historikus drawdown-t valamikor a jövőben. Innentől kezdve figyelőállásba helyezkedünk, de kereskedünk tovább, de meg kell határozni azt a pontot, amikor kiszállunk. Számomra a kiszállási pont az a maximális historikus drawdown-nak a kétszerese. Tehát ez a stratégia akkor megy a levesbe, amikor 1000 pipes drawdown-t, 1100 pipes drawdown-t eléri. Mint ígértem, a végére még egy éles fejlesztői tesztet megmutatnék. Ez volt az az időszak, amit hivatalosan nem is nagyon szoktunk reklamálni, nem is nagyon szoktunk bemutatni, mivel hogy itt viszonylag magas kockázat mellett, mivel több variánst futtattunk, folyamatosan cserélgettük a robot alatt az alapstratégiát, mindig finomítottunk rajta, de nagyjából júliustól december közepéig ezt a teljesítményt tudtuk felmutatni. Ebből messze menő következtetést ugyan nem lehet levonni, de ha a profit görbét megnézzük, akkor nagyjából a múltbeli profit görbét megnézzük, akkor nagyjából szinkronban van vele a rendszer. Tehát körülbelül 57%-ot produkáltunk fél év alatt, 12%-os drawdown mellett, ami nagyon sok, ez inkább éves hozamnak kellene megfeleljen.
De látni kell, hogy bizony vannak olyan mozgások, mint például itt, amikor nagyon jól teljesít a rendszer. Mivel trendkövető rendszerről van szó, nagyon sok vesztővel kell számolni. Nem nagyon sokkal, de relatíve sok vesztővel. És pszichológiailag ezt elviselni sokkal nehezebb, mint mondjuk egy martingélt, vagy mint egy scalper rendszert. Gondolom mindenki látott már martingél rendszer profilgörbét, ami így megy fölfelé, nagyon sokáig, aztán egyszer csak nulláz. Tehát ott vagy az van, hogy nagyon sok pénzt csinálunk nagyon rövid idő alatt, és ha szerencsénk van, akkor 2-3-4 hónap alatt megkeressük az alaptőkét, vagy pedig egész egyszerűen elbukjuk az alaptőkét, vagy van ennek kombinációja, amikor az alaptőkének csak 30-40%-át bukjuk el. A scalper rendszernek a lényege az, hogy csipegetünk a piacból, visszaesés. Csipegetünk, visszaesés. A probléma ezzel az, amikor egymást követi két nagyobb visszaesés, mert azok olyan nagyok, hogy visszaállni nullára jellemzően 3-4-6-8 hónap. Ezzel szemben egy ilyen rendszernél, egy scalper rendszerhez képest megfordul a profit görbe, vagyis lefelé bukunk, majd egy nagy nyerő, lefelé bukunk, majd egy nagy nyerő. Én azt hiszem, hogy körülbelül ennyi mindent szerettem volna elmondani a stratégiáról és a rendszerről. Ha valakinek van kérdése, felkeltettük az érdeklődését, az nyugodtan hozzám is Fecóhoz, illetve még ott hátul Honfi Gábor kollégánkhoz fordulhat. Lehet minket keresni. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen a lehetőséget. Itt 62 lesz a riszki oldalány, hanem előfordulhat, hogy egy 20-20-as, tehát 1-1-hez riszki oldalány alakul ki. Éppen most azon dolgozunk, hogy olyan variánsokat keressünk, van egy saját fejlesztési alkalmazásunk, aminek a neve RoboMixer. Ez nagyjából azt csinálja, hogy a backtestek alapján kiválasztja azokat a backtesteket, amelyek egymással a legkevésbé korrelálnak, viszont ha egybegyúrjuk az egészet, akkor kapunk egy olyan portfóliót, ami ezen a stratégián alapszik, eltérnek egymástól gyökereikben, teljesen másképp viselkednek, más beszállási, más kiszállási pontok, mégis nagyon-nagyon megdobják a teljesítményt, és csökkentik a drawdown időszakokat, és emellett még ott van az a fajta lehetőség, hogy ugye átmegyünk más devizapárokra is, amit még bevallom őszintén nem teszteltünk le 100%-osan. Tehát annyit csináltunk, hogy egész egyszerűen fogtuk a robotot, és a mostani beállításokkal ráraktuk USDCH-re, és ráraktuk GBPUSD-re. Svetszónak az ötlete volt, én nem is hittem el neki, hogy ez működhet, és így ledöbbenve néztük, hogy igen, ez képes ott is profitot csinálni. Nem ilyen eredményekkel, és soha nem bíznám még rá a pénzemet a másik két devizapáron, de a kezdeti tesztek nagyon-nagyon bíztatóak. Ez azt jelenti, hogy más párokon is simán működhet, és kis segítséggel, hogyha valaki érez magában affinitást, akkor nyugodtan lehet tesztelni ott is. Ugye ez a portfólió elméletből jön. Tehát, hogy az lenne a lényeg, hogy az ellentétes korrelációjú hozameloszlásokat próbáljuk összegyúrni. És ugye, ahogy még azt nem tudtuk most megmutatni, de szerintem majd lesz olyan alkalom, amikor tudunk mutatni olyan eredményeket, ami már gyakorlatilag a portfóliónak az eredménye. Tehát az gyökeresen eltér, ugye ez egy variánst alkalmazó stratégiától, abban a szempontból, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb, és adott esetben még a drawdown időszak is csökken. Igen. Miért Forex, miért nem határidő, mert mondjuk ahhoz jobb adatok, vagy hát ahhoz megbízható adatok van? Abszolút helyén való, akár arra is meg lehet. Jelenleg az MT4-ben tudtam, hogy nem lehet olyan adatokat szerezni, amivel futures-t érdemben tudná tesztelni. De metlebes fejlesztésünk is folyik, és gyakorlatban megpróbálunk majd ilyen variánsot is elkészíteni. Csak az, ugye új kód kell, azt meg kell írni metlebben akkor, de gyakorlatilag meg lehet valósítani. Igen. Azért ott is lesznek eltérések, ott meg a dark pool-ok lesznek a problémák. Tehát lesznek olyan LCR-nek, olyan útirányok, ahol gyakorlatilag történik kötés, és mégis el fog térni. Tehát ez a részvényekre is igaz. Eléggé jól hasonlítanak, de mégis ott is van egy minimális eredmény. Nyilván nem annyi, mint a Forex esetén. De jó felvetés. Rézzárás? Nincsen rézzárás. Nincs rézzárás. Azért nincs rézzárás, mert egyrészt MetaTraderben baromira bonyolult megvalósítani, egyébként meg lehet, de
soha nem próbáltuk. Illetve a részzárást tudott az a kérdés, hogy pozícióláncokkal simán lehetne helyettesíteni. Végeztünk teszteket, és egész egyszerűen felesleges részzárásokkal. Nem növeli jelentősen a hatékonyságát a rendszernek. Sőt, a pluszkötések miatt nagyobb lesz a tranzakciós költség. Ami nem feltétlenül számít, de nem érdemes részzárásokat egész egyszerűen belerakni. Az is kötés, mert ugye belefuthatsz a legkisebb kötésre vonatkozó díjakba adott esetben. Tehát, hogyha túl kicsi kötés költsz, akkor lehet, hogy jól volt, és akkor arra nagyobb a költség arányaira. Van-e még kérdés valakinek? Mik az elérhetőségeitek, hogyha nem érünk rá szombaton? Én MDR-nőn említettem, mivel minden szombaton rengeteg oktatás folyik ezen szakmában belül, tehát igazából pont a potenciális emberek lesznek kizárva. Én minden kettőben is próbálják. Jó, a drone fixes, jó? De, oké. A legalsó az, ahol szerintem mind a hárman egyébként elérhetőek vagyunk. Kapcsolattartást elsősorban Fecó fogja végezni, én a fejlesztésért vagyok felelős. Fejlesztésre kapcsolatos kérdések, ötletek azok hozzám is befuthatnak, de ide is, de jellemzően a srácok annyi mindennel bombáznak, hogy győzöm őket kiszolgálni, ettől függetlenül nyitott vagyok mindenre. Mondj, óra! Hát az óra már kicsit súlyos volt. Na, de az egyik kérdésem arra vonatkozik, kicsit indumáltunk itt felével, de maradtam arról, hogy ugye mondod, hogy drógán, tehát nincsen stoppotok, de hagyjátok, hogy majd csak eléri a célára? Kettős. Van stoppunk, kettő stoppunk van. Kapok egy csártot. Még egyszer az ismétlés kedvéért. Megmutatom, hogy kettő stoppal dolgozunk. Vissza egyet. Kettő stoppal dolgozunk. Az egyik. Inkább itt mutatom, itt sokkal látványosabb. Ez a vonal a vízstoppunk, ezt mindig egy vastag piros vonal jelzi, ez pedig a vizuális stoppunk. Alapesetben ugye úgy zárunk pozíciót, hogyha a stopp fölé zár a gyertya, a vízstoppot arra használjuk, hogyha jön egy nagyon gyors ellentétes irányú mozgás, akkor valami megfogja. Ez mindig 15 pip, sohasem több 15 pipnél. Előfordul, hogy aktiválódik. Nagyon ritkán, de előfordul, hogy aktiválódik. Mármint a dinamikus stopptól 15 pip. Igen, a dinamikus stopptól van 15 pipre, ami szerintem nem egy nagyon vészes dolog, egy ilyen rendszer. A hatásnak a drónán ebből adódik. A dinamikustól még 9. Hogyha fölé zárt. Igen. Akkor zárjuk a pozíciót, hogyha fölé zárunk. Utas a következő? Egy szíves. Itt látszik, itt van a dinamikus stoppunk. Illetve látszik, ahogy alakult a dinamikus stoppunk, és itt van a V-stoppunk 15 pipre tőle. Ezt a pozíciót itt azért zártuk, mert ez a gyertya bezárt ez a láva stoppunkkal. Így van a dinamikus alá. A take profitot pedig akkor értük volna el, hogyha itt valamelyik fölé zárt volna, viszont ugye van egy olyan jellegű dolog, amikor momentum van a fölé zárásban, ilyenkor kapunk új take profitot. Minden esetben. Volt a logika, hogy a dinamikus stoppot pár pipre féltünk. Melyikre? Abban a lukban, ami végül is kiszedte. Itt mi volt a logika? Meg kell nézzem. Mozgásbeszűkülés. Csökken a volatilitás. Csökken a volatilitás. Egyébként már itt érzékeli a rendszer, hogy csökken a volatilitás ezen a részen. Csökkenti is a take profitokat első körben, majd itt még tovább csökken a volatilitás, csökkenti a take profitot is, és a stoppunkat is. Tehát innen fakad kicsikét a dinamikussága. Igen. Ha jól értem, ti pénzért mint adtok egy indikátor, amit ti letetteltetek egy percbe megírva. Mi az oka, hogy nem egy percet adtok indikátorval együtt? Úgy gondoljuk, hogy itt a fejlesztés van az elsődleges szempontban. Tehát nem akarunk egy robotot adni, mert az szerintem egy kicsikét ilyen, az én meglátásom az, hogy ez kicsikét ilyen fals. Mert ugye adok egy robotot, vannak paraméterei, oké, állítgathatod, bármit csinálsz, ráteszed, de összességében nem fog változni az alapstratégia. Manuálisan felülbírálhatsz bizonyos részeket. És ezáltal mi úgy gondoljuk, hogy sokkal hatékonyabb tud lenni. Igen, lehet robotikusan is, automatikusan kereskedni,
Őszintén szólva ez még nem a célok között van, hogy robotként ez... Ugye, hogyha egy indikátorról van megírva, akkor kódból könnyen leolvashatóak ezek a különböző értékek, amiket mutogattok. Mindegy, hogy most a TPSL, a árnyéktől bármi. Akkor lehet, hogy már szélszer, de ezek szerint azt mondják, hogy tessék itt egy indikátor, így kell használni, hogy mi van belül az volt, azt ne feszegessük. És azt mondjátok, hogy aki tud programozni, az programozza le magának. Mert hiszen, ha jól van megírva, szabványosan, akkor ki jól van. Ez így van. Teljes mértékben, most meg is mutatom, ez most megvan a robot hozzá egyébként. Tehát azt kell látni, hogy van egy robot, amire építettünk egy indikátort. Ez az indikátor, teljesen szinkronban van a robottal, most itt a felbontás miatt nagyon sok mindent megpróbálom ezt lecsukni. Ez most itt egy backtest éppen egyébként, nagyon szépen. Ezt is bezárom. Majdnem jó. Figyelj, ezenben, ha behúzom. No. Szóval, nekünk van egy robotunk, amire építettük az indikátort. Ugye az alapelképzelés az volt, hogy csináljunk egy robotot és értékesítsük. Idő van? Nem, csak nagy is van. Plusz életmutató. Nagy keresztény. Tehát mi tényleg robotot szerettünk volna, viszont a robotokkal nekem nagyon-nagyon negatív a tapasztalatom olyan szempontból, hogy egy robot egy személytelen dolog. Tehát megtettük volna azt, hogy itt egy robot használjátok, itt a backtest, azt csináltok benne, amit akartok, és el lehet tűnni. Nem akarunk eltűnni. Közösséget akarunk építeni, az kell, hogy ez a rendszer még jobb legyen. És ezt ti tudjátok jobbá tenni. Mi most úgy érezzük, hogy kihoztuk belőle a maximumot, egy picit adjatok hozzá ti is. Majd kitalálunk rá valami honoráriumot, és egyébként visszatérve a kérdésedre... Oj! Nyugítsd a Visszatérve a kérdésedre, az indikátor úgy van megírva, hogy ki lehet belőle olvasni az adatokat, és aki ért a kereskedéshez, az leprogramozhatja. És lehet neki egy saját rendszer. Jó, csak ti arról beszéltek valójában, hogy tessék itt egy indikátor, igen. Használjátok, hát ti előttetek valamit, amit akartok, igen. És nem egy tiszteletdíjat, vagy egy alacsony havi díjat, meg egyszerű, hogy teljesen minden befizetést akartok emberektől, hanem viszonylag fogalmazunk, hogy viszonylag sok pénzért, még ötleteket is láttok, hogy mivel lehet ezt tovább finomítani. Azaz mindenkinek több befizető pénzben is, meg ötletekben is, ami majd, ha egyszer megvalósul, mivel expertet nem adtok mellő, csak indikátort, aki le tudja programozni, az le tudja, az nem kapja így vissza, hanem továbbra is kézzel fogja nyomogatni. Jól értem? Lesz indikátor, de azért nincs indikátor, mert ezen még lehet finomítani. És egyébként az indikátor nagyjából a következő fél éves tervben van be. Nincsen robot, de lesz robot. Ez nagyjából a következő fél éves intervallum. Mi most egy brokernél teszteltünk, illetve most mentünk át egy másik brokerhez. Itt van 70 ember, ebből gyanítom, hogy mindenki más brokernél van, de látnunk kell azt, hogy viselkedik egész egyszerűen. És mondhatnánk azt, hogy itt a robot, és lehet bérelni, de nem ezt mondjuk. Egész egyszerűen nem ez a hitvallásunk. Arra akartam kilukadni, hogy nyilván ingyen nem lehet adni, mert akkor úgymond trollok is megjelennek meg értelmetlenek. Túl sok jól nem szabad megakadt senki. Abszolút. A kettő között van valahol az evány közés út, ez amit valahogy szűrni kell. Ez így van, és úgy gondolom, hogy ha valaki részt vesz a fejlesztésben, akkor nyilván át tud alakulni a struktúra. Tehát ő is ad valamit, mert ugye nyilván az ő ötletével kapcsolatban sokkal előrébb tudunk lenni, vagy legalábbis előrébb tudunk lenni, akkor úgy gondoljuk, hogy az úgy korrekt, hogyha ez vice versa működik. Úgyhogy én ezt nem sarkítanám ennyire le, tehát ugyanúgy, ahogy ez is adaptív, mi is adaptívak vagyunk, tehát velünk is lehet beszélni, és kell is, mert úgy lesz igazán jól ennek az egésznek komolyabb eredménye véleményünk szerint. Igen. Továbbra is konstruktív ötletre jönnék inkább, hogy a spreadhez visszatérve, mire, hogy átmegyünk másik devizapárra, ott azért a spreadek, meg hát különböző broker cégeknél játszadozunk, különböző szokásvilággal. Ezt ti tudjátok a legjobban, mert a cégnél dolgozunk. És beépítetek egy olyan lépcsőt bele, hogy spreadtágulás esetén korlátozzátok a nyitásokat, hogy a jelzésre? Nem, mert gyakorlatilag nincs értelme ebben az esetben. Tehát most
Oké, okay, tágítsanak rajtam. Akkor lesz ennek értelme, hogy amennyiben valaki scriptként már működik, akkor viszont elég komoly. Nyilván, de mint mondtuk, csináltunk azért olyan teszteket, amikor kötésről kötésre 4 és 5 pipes spreaddel számoltunk. És gyakorlatilag nincs, tehát olyan drasztikus hatása nincs rá, mert egyszerűen a célárak is távolabbra esnek. Visszatérnék arra, hogy én nem a tesztben gondolkodom, már az élet. És nagyon jól tudom, hogy mi a különbség a kettő. Hidd el, mi is nagyon jól tudjuk. Láttunk már is sok mindent. Ezt külön kéne, hogy megbeszéltük, nem így mindenki. Persze, mennyibe kerül? Jó, oké. Okay. 2 perc. Ja. Kérdezték, hogy mennyibe kerül. Mennyibe kerül? Jó, oké. Okay. Mi azt gondoltuk ki, hogy 39.000 forint maga az okítás, és maga az indikátor az gyakorlatilag ez benne van egy hónapig. Na most aki most azt mondja, hogy eljön, annak...